Sziasztok! Ismét egy algoritmus, továbbra is gráfok, továbbra is ez a második alkalom, és maradunk egyelőre a gráfok bejárásánál, csak most a szélességi után megnézzük a mélységi bejárást. Mivel most van itt az önálló feladat megoldásnak az ideje, gondoltam a kettő közül akkor a könnyebbiket hagyom erre a hétre, így gyorsabban letudjuk, és akkor tudjuk az energiánkat összpontosítani valami másra. Gyorsan csapjunk is bele, nem akarom akkor ezzel az előadással rabolni az időt, főleg nem azzal a részével, amit már átbeszéltünk, hogy mik is azok a gráfok, mi maga a gráf szerkezet, csúcsok, élek, illetve egész konkrétan mit értünk a gráfnak a bejárása alatt. Emlékeztető csak annyi, hogy van egy kiindulási csúcsom, és abból próbálom az éleken át haladva felderíteni a többit, azt nem mindegy, hogy ezt milyen módon teszem, megnéztük legutóbb a szélességi bejárást, most pedig a mélységit vesszük elő. Ami máshogyan csinálja, mint ahogy a szélességi. Ki a fene gondolta volna? Szóval a módszer alapja adott megint egy gráfunk. És persze egy kezdő csúcs, ahonnan elindul a bejárás. Hát nyilvánvalóan mi más tehetünk első lépésként, mint felderítünk egy szomszédot. Az eltérés nyilván abban mutatkozik meg, hogy mit csinálunk ezután. Ha emlékszünk, akkor a szélességinél arról volt szó, hogy felderítjük az összes szomszédot, és akkor azt követően derítjük fel azoknak az összes szomszédját. Lényegében minden egyes ilyen felderítés túrával egy szinttel távolabbra kerültünk a kiindulás. Csúcstól. Itt viszont az első szomszéd után elkezdjük felderíteni annak a szomszédnak az első szomszédját, majd annak a szomszédjának az első szomszédját, és így tovább. Lényegében haladok előre, nem próbálok meg egyszerre több irányban is haladni, hanem a lehető legnagyobb mélységig próbálok előre törni, és amikor már tényleg azt látom, hogy nincs hemerre újabb csúcs, amit felfedezhetnék, akkor elkezdek visszalépegetni egyet, ha kell, akkor többet, és egy másik ágon próbálkozok tovább ugyanígy. Ha jól meggondoljuk, ez áll közelebb ahhoz a módszerhez, amit mondjuk maga az ember is meg tud valósítani. Elindulok valamelyik irányba egy folyosón, és amíg tudok, megyek. Aztán, mikor van egy pont, hogy már nem vezet tovább semmi, vagy esetleg azt látom, hogy ott már korábban jártam, akkor visszamegyek a legközelebbi elágazáshoz, és megpróbálok egy másik irányt. A szélességét egy ember formájában könnyen nehéz lehetne megvalósítani, mert kicsit olyan, mintha minden egyes csomópont esetén megpróbálnám klónozni magam, és akkor egyszerre indulunk tovább a következő mélységig. De most maradjunk a mélységi bejárásnál, aki első körben a lehető legnagyobb mélységre törekszik. De itt is a bemutató lesz igazán beszédes. Nézzünk mélységi bejárást arra a gráfra, amelyikre alkalmaztuk a szélességit is, és akkor most is a nullás csúcsból indulunk ki, ha jól emlékszem, akkor ott is ezzel próbálkoztunk. Hogy néz ki a mélységi bejárás a nullás csúcsból? Elsőként én felfedezem a nullás csúcsot, hiszen innen indulok el. Ekkor folytatom a felfedezést a nullás csúcs valamelyik szomszédja felé az élen át haladva. A nullából sikerül felfedeznem a kettőt, test, akit fontos, korábban még nem fedeztem fel, tehát számomra új. Ezután nem kísérlem meg a nullás másik szomszédját is felkutatni, hanem a kettesből folytatom a kutatást, és onnan felfedezem mondjuk az egyes csúcsot. Ekkor az egyes csúcsból haladok tovább, és ott találkozok a hármas csúccsal. Ezt követően a hármas csúcsból is folytatnám a dolgot, de onnan már nem találok senkit. Ilyenkor van a visszalépés, próbálkozom még tovább az egyes csúcsból, ott meglelem az ötöst. Akkor az ötös csúcsból megy tovább a kutakodás, elérem a hetest, majd megkísérlem ugyanezt a hetesből is, viszont onnan már nem fedezek fel újakat, úgyhogy itt kvázi zsákutcával értem. Mi történik ekkor? Visszalépés. Ötös, nem, egyes, nem, kettes. Na onnan még fel tudom fedezni a hatos csúcsot. Ekkor persze, akkor próbálkozom a hatosból, nem megy, visszamegyek a kettesre, nincs több, visszaérek a nulláshoz. Ezzel a mélységi bejárással, hogyha logikusan végig gondoljuk, az fog történni, hogy a kezdő csúcsomból kiindulva először felfedezem az egyik ágat, és az azon elérhető összes többi csúcsot, majd elérkezik az a pont, amikor visszatérek a kezdő csúcsomba, és egy másik ágon folytatom tovább a bejárást, most fog ez megtörténni. Lássuk, hogy a nullából ki van még, ott van a négyes, felfedezem a négyes csúcsot és kisztűzöm a kis zászlócskámat, majd folytatom a kutatást a négyesből, ott fellelem a nyolcasat, és hát az utolsó lépésként még biztosan megkísérlem a nyolcasból is a körültekintést, hát hogy találok valami újat, valami érdekeset, de belátom, hogy nem. Visszalépés négyesből, van-e valaki? Nincs. Nullából van-e valaki? Nincs. Kész.
megtörtént a bejárás. Felfedeztem az összes nullából elérhető csúcsot, és amennyiben annyi csúcsot fedeztem fel, ahány csúcsból áll a gráf, akkor még azt is megállapítottam, hogy nagyon jó, ez egy egybefüggő gráf, nincs benne szakadás, mindenkit elértem. A sorrend pedig hát az, amit tapasztaltunk. Ugyanez a bejárási mód, mondjuk az ötös csúcsból kiindulva, ötös, pipa. Akkor az ötösből elérve az egyes, pipa. Egyesből felkutatható a kettes, ez is pipa. A kettesből tovább tudunk lépni a nullásba, akkor most már őt is felderítettük, a nullásból elérhető a négyes, a négyesből elérhető a nyolcas, a nyolcas pedig totál zsák utca, se a négy, se a nulla, se a kettőből viszont már elérjük a hatost. Hatosból valakit nem, vissza a kettőhöz, ahonnan meg elérjük a hetest. Próbálkozunk a hetesből, nincs több új csúcs, se a kettesből, az egyesből, még a végén ott van a hármas. Ekkor még próbálkoznánk a hármasból is semmi, egyesből semmi, és visszatérünk a kezdő csúcsba, nincs tovább, úgyhogy befejeződött a bejárásunk, mindenki megvan. Nem tudom, hogy elsőre ez mennyire tűnik bonyolultnak, de meg fogjuk látni, hogy hihetetlen egyszerű az algoritmus, szinte nem is tudom, hogy miként demonstráljam, hogy mit kell csinálnunk. Körülbelül már a poén lelövi saját magát. Na de előtte viszont már sokkal rövidebben, hiszen már legutóbb volt erről szó, hogy programozói szemmel miként valósítunk meg egyszerűen egy gráfot, főleg azokkal a programozói eszközökkel, amelyeket már ismerünk, gondolok itt például a tömbökre, illetve a kétdimenziós tömbökre, a mátrixokra. Csak egy rövid ismétlés jelleggel, aki nem emlékszik rá, vagy éppen lemaradt róla, szomszédsági mátrixot alkalmazhatunk. N darab csúcsból álló gráf esetén van egy N-szer-N-es mátrixom. Most a példában 0-tól 5-ig találhatóak a csúcsok azonosítójuk tekintetében, úgyhogy az praktikus, hogyha a mátrixomnak is 0-tól 5-ig vannak az indexei, mint ahogy ez a legtöbb esetben lenni szokott. Ebben a mátrixban nem tárolom külön a csúcsokat, az indexek képezik a csúcsokhoz kapcsolódó információinkat. Itt ami lényeg, az a köztük futó élek megléte, illetve nem léte, ahol egyes látok, vagy mondjuk úgy pozitív számot látok, akkor az azt jelenti, hogy ott található él a két csúcs között, amennyiben nullát, akkor nem. A példa kedvéért ott van az 1-es 3-as, így a mátrixomnak az 1-es és 3-as indexeinél található egy 1-es érték, jelezvén, hogy köztük fut él, mivel ez kölcsönös, ezért a 3-1-es indexeknél is megtalálható. Egy ellenpélda ott van például a 4 meg a 2, így a 2-4 indexeknél a mátrixomban 0 található, mivel ez kölcsönös, a 4-2-nél is 0 található, ezáltal tudom, hogy köztük bizony nem fut él, ennyi a szomszédsági mátrix, ilyet fogunk használni a programban is. És miként valósítjuk meg a bejárást, egész konkrétan milyen változókra számíthatunk a programon belül, nem lesznek sokan. Múltkor se voltak sokan, de ezek még kevesebben is vannak. Nyilván van egy N, hogy hány darab csúcsom van. És akkor van nekem egy N-szer-N-es méretű mátrixom, ez fogja magát a gráfot tárolni, ez lesz a szomszédsági mátrix, nullák, illetve egyesek lesznek benne, hogy egy I, J csúcspár között futél, avagy sem. Az én feladatom most semmi extra, egy PEF tömböt telepakolgatni a csúcsokkal, a csúcsoknak az indexeivel, azonosítóival, méghozzá abban a sorrendben, ahogyan ezzel a bejárással a kezdő csúcsból felfedezem őket. A start csúcs most jelen esetben egy V változó formájában érkezik, egész konkrétan egy V paraméterként, és nem is úgy hívom, hogy start csúcs, hanem a felderítendő csúcs. Bízom benne, hogy hamarosan érteni fogjuk, hogy miért. Illetve, ahogy legutóbb is, lesz nekem egy check tömböm, egy N méretű check tömböm, melynek x-edik indexű eleme azt fogja majd tárolni, hogy az X csúcsot már felfedeztem, avagy sem, tehát logikai típusú értékek lesznek benne. A false az azt jelenti, hogy itt még nem jártam, még nem derítettem föl, majd ha true állítottuk, az már azt fogja jelenteni, hogy ez már megvolt pipa. És ki az, akit a változók közül kihagytam a rohadt életbe? A PX. Nem baj, ő volt a múltkoriban is, tudjuk, hogy mi az ő szerepe. Azt jelölöm vele, hogy a PEF tömbömnek eddig hány eleme van hivatalosan regisztrált, felderített csúcsok. Általa tudom azt, hogy hova kerül majd a következő, kezdetbe természetesen nulla, valahányszor beteszek egy elemet, mindig növelem, tehát a klasszik. Úgyhogy ő kimaradt, de végül is ezt élik tudni. Na és akkor miért mondtam azt, hogy a V a felderítendő csúcs? Miért nem egy start csúcs? Azért, mert ez két külön fogalom, de amit mi elkészítünk majd, amit leprogramozunk, abban a kettő egy és ugyanaz lesz. Ugyanis a programban mi történik? Egy általam kiválasztott start csúcsból elindítom a mélységi bejárást. Ami tulajdonképpen miből áll? Van nekem egy start csúcsom, akit
Fel kell derítenem. Regisztrálom az útvonalban, hogy ő a soron következő, start esetén az első. Jelölöm, hogy itt már jártam. Elkezdem szépen felkutatni a szomszédjait, és ha találok egy megfelelő szomszédot, akkor mit csinálok? Felderítem őt. Ami mit jelent? Odalépek, regisztrálom a PEF-tömbömben, jelölöm, hogy ott már jártam, elkezdem megnézni a szomszédait, és amelyik megfelelő, felderítem. És akkor újra és újra érdezzük, hogy rekurzív a történet. Hát tulajdonképpen az algoritmus, amit megírok, az nem csinál mást, mint felderít egyetlen egy csúcsot, majd azt követően felkeresi annak a még felderítetlen szomszédjait, és ezeket a szomszédokat is egyesével felderíti, amelyeken belül további felderítések lesznek. Szóval, ha elsőre esetleg, amikor néztük az eljárást, fejben már elkezdtük összerakni és túlbonyolítottuk, akkor azt nem jól tettük, ennél sokkal egyszerűbb a sztori. Aki pedig felismerte ennek a módszernek az egyszerűségét, és azon kezdett el görcsölni, hogy mi itt a trükk, a csapda, akkor annak nyugodtan közölhetem, hogy figyelj, nincsen trükk, nincsen csapda, ez tényleg ennyire egyszerű. Ha pár szóval akarnám felvázolni az algoritmus működését, hiszen maga az algoritmus is csak pár szóból áll, ez, amit itt most felírok, ez hosszabb lesz, mint maga az algoritmus. Kezdetben akkor a vére azt mondjuk, hogy az a kezdő csúcs, de mi nekünk úgyis csak arra kell tekintenünk, nekünk csak úgy kell tekintenünk rá, hogy van a felderítendő V csúcs. Minden esetre a kezdetek kezdetén a V maga a kezdő csúcs lesz. Ilyenkor természetesen inicializálásként a check tömbben regisztrálva lesz, hogy akkor egyelőre még senki nincs meg, minden értéke false, illetve a PX, na itt mutatom a PX-et, a PX-el fogjuk azt jelölni, hogy üres. Ha PX 0, akkor a PEF tömbön belül nincsen semmi. Még akkor se, hogyha korábban belepakolgattunk dolgokat, mert a PX fogja majd meghatározni a program számára, hogy hivatalosan hány elem van az útvonalon belül. Nos, ezekkel nekünk nem kell foglalkozni, mert ezt a keretprogram elvégzi majd. Ami ezután jön, ez az érdekes, ugyanis amikor mi majd kérvényezzük a bejárást, akkor a program elvégzi a fenti inicializálást és meghívja a mélységi bejáró metódust a kezdőcsúcsra vonatkozóan, amelyen belül nekünk programozóként már csak a V értékre kell koncentrálni, hogy a V csúcsnak a, mondhatjuk, hogy mélységi bejárása, mondhatjuk úgy is, hogy felderítése zajlik. Mi fog akkor ezen belül történni ezzel a V csúccsal? Először is őt szépen hozzáadom az útvonalhoz, jelölöm, hogy akkor most már ő is az útvonal része, a következő lépés az a V csúcs. Ezután, hogy a későbbiekben nem legyen belőle probléma, azt is rögzítenem kell, hogy akkor a V csúcsban hivatalosan már jártunk. Majd jön tulajdonképpen a harmadik fő lépés, minden további I csúcsra, igen, ez egy ciklus, minden további I csúcsra vonatkozóan a következő feltételt vizsgálom meg, hogyha vezet I-be él, mármint a V csúcsból, és ezt az I csúcsot még nem derítettem fel, mit csinálok ilyenkor, ezt figyeld, megőrülsz, jöhet ismét egy mélységi bejárás az I csúcsra vonatkozóan. Rekurzív függvényhívás, ennyi, ezt kell leprogramoznunk. Ekkor természetesen mi történik, ott vagyok a V csúcsba, a V csúcsot felfedeztem, elkezdem megvizsgálni az összes I csúcsot, az összes olyan I csúcsot, aki a V-nek szomszédja, és aki még nem felderített, ha találok egy ilyet, akkor meghívódik újra ez a függvény, nyilván akkor ott ez a program rész megáll, elindítok egy mélységi keresést azon belül, és amikor ez teljesen befejeződik, akkor folytatom a következő ijedik csúcssal. Lényegében ez, hogy elmegyek egy adott mélységig, és ha nincs tovább, visszajövök, és elindulok egy másik ágon, ezek által a rekurzív hívások által fog megvalósulni, nem kell ezzel nekem külön szórakoznom. Hiszen amíg egy rekurzív hívás nem fejeződik be, addig az a függvény nem is folytatja a végrehajtást, megvárja azt, amíg tényleg elmegy a lehető legnagyobb mélységig, és ha zsákutcába fut, akkor befejeződik. Szóval itt is látható, hogy ez nem több, mint egy V csúcsnak a felfedezése, majd utána az összes még fel nem derített szomszédban a felfedezésnek a folytatása. Visszaugorva az előző példához. Az
ötös csúcsból indított mélységi bejárás az nem más, mint az ötös csúcs, és egy az egyes csúcsból indított mélységi bejárás. Az egyes csúcsból indított mélységi bejárás pedig nem több, mint az egyes csúcsnak a felderítése, illetve például a kettes csúcsból indított mélységi bejárás. Szóval, ha csak filozófiai szintre is akarjuk emelni a dolgot, itt is megmutatkozik, hogy pusztán ennyiről van szó. Hogyha a kettes csúcsból akarok indítani egy mélységi bejárást, akkor azt megfogalmazhatom úgy is, hogy felderítem a kettes csúcsot, majd indítok egy mélységi bejárást a nullás csúcsból. Ergo, ezt az egészet fel tudom osztani ilyen elemi részfeladatokra, és ezeket rekurzív hívással tudom eszközölni. Hát remélem, elegendő aspektusból megmutattam ezt a sztorit, hogy érthető legyen. Hirtelen több dolog nem jutott eszembe, úgyhogy most már csak sok sikert tudok hozzá kívánni. Szerintem nem lesz para.